Igazi hatpontos meccset vívott egymással a két csapat, mivel a házigazda a forduló előtt mindössze egy ponttal előzte meg a már kieső helyen lévő Kisvárdát, amelyből hiányzott Vári és Píkó. A mérkőzés elején a vendégek játszottak fölényben, gólt viszont a DVTK szerzett a 14. percben. Juhar szabadrugása Horváth Zoltán lábán változtatott irányt, és a jobbra mozduló Felipe már nem tudta hárítani a lövést. A 23. percben növelhette volna előnyét a házigazda, egy jobb oldali támadás követően azonban Vernes nem talált el a kaput. A 31. percben egyenlített a Kisvárda, Ilics beadásába Bileszki kapott bele, a felperülő labdát pedig Sasza a felsőlész segítségével juttatta a gólvonalon túlra. Szünet után megszerezhették volna a vezetést a vendégek, ennek Kornél közeli lövését azonban védte Bukrán kapus. A 49. percben Lukjancsuk kapott hatalmas rugás Vernestől, ami csak sárgalapot ért a játékvezetőnél. Egy perccel később ismét találkozott a két játékos, a bíró pedig a negyedik játékvezetővel folytatott konzultáció után kiállította az ukrán játékost. Ekkor gyakorlatilag új mérkőzés kezdődött, az 54. percben Felipének kellett hárítani a Tajti lövését. Az ember hátrányban lévő várdaiak őrizték az egypontot, és hogy meg is tartsák, ahhoz kellett a brazil kapus bravúrja, amikor a 92. percben Bacsa a léc alá tartó fejesét hárította. A forduló további eredményei a következők: Debrecen-Budapest Honvéd 2-0, Ferencváros-Mezőkövest 3-2, Puskás Akadémia Paks 1-1, MTK Budapest-Szombathely 4-0 és Újpest-Molvidi SC 2-0. A tabella élén a 39 pontos Ferencváros áll, megelőzve a 31 pontos Molvidi FC-t. A 13 pontos Kisvárda a 11. helyen várja az utolsó őszi fordulót, amelyben az MTK Budapest látogat majd a Várkerti stadionba.